Rusznák András vagyok, és szeretném bemutatni nektek a kislányomat, akit úgy hívnak, hogy Rusznák Lenke Izabella. Ő most 8 hónapos, tavaly márciusban született, és éppen sétálni indult az apukájával és az anyukájával. Csak az apukáján van, mert nagyon keveset találkozik vele, mert apuci egész nap próbál és előadásai vannak, és nagyon keveset van otthon, és ezért alig találkozik, és nagyon a kislányával, és nagyon hiányzik az apukája a lányának, és ezért ilyenkor mindig rátapad és együtt sétálnak. És most is oda készülünk, úgyhogy mindjárt el is fog aludni, mint látjátok, és még azt szeretném mondani, hogy Györgyi Anna és Ullmann Mónika következik. Mi van? Ő meg én. Együtt voltunk annak idején. És még most is együtt vagyunk. Úristen, ez mennyei? Levendulás. Nagyon. Én egy ilyen picikét egy ilyet veszek, mert ez még egy műalkotás is. Tehát, hogy benne van, nem? Olyan, mint egy ilyet veszek. Kicsire kis. Mi sem nagy mézesek vagyunk, meg ilyen mindenféle ilyen gyógynövényekkel. Szoktam ilyen herbáriába is járni, és hogyha lehet, akkor nem gyógyszerezem magam. Tehát most múltkor volt egy iszonyú ilyen hörkurutom, tehát olyan hangom volt, mint a Nyeszterenkónak. És akkor kifőztem egy jó fokhagymát, azt megittam a tejáját, meg fokhagymát mézzel, és úgy visszahozta. Tehát csak utolsó pillanatban fordulok egy antibiotikumokhoz, de a Móni is ilyen egyébként. Hogyha lehet, akkor kikerüljük a gyógyszereket. Szerettem én sem. Itt a ház előtt, hol van az aszfalta? A nő. Halott. Miért nem hagyta ott, ahol volt? Miért nem hagyta ott, ahol volt? Ott, ahol volt egy halott nő? Igen. Nem hagyhatta ott. Nem teheti meg, hogy ezt hozzá. De miért? Most mit csináljuk vele? Mit csináljunk egy hullával itt a házban, vidd vissza! Nálunk most olyan lesz a karácsony, hogy elmegyünk otthonról, az egész családunk, ez 90 éves a nagymamám, és ez lesz neki a meglepetés, hogy egyszer csak mindenki ott lesz Hévízen, az egész nagy család. Igazából ezzel, hál' Istennek így az ajándékozás, az így, mert ez maga egy ajándék, hogy tulajdonképpen senkinek nem kell főzni, cipekedni. Nyilván az ember, hogyha elutazik, akkor oda nem pakolja tele a kocsit csomagokkal és ajándékokkal. Úgyhogy szerintem okosan döntött a család, úgyhogy ilyen szempontból könnyebb a helyzetünk, de másrészt meg nem, mert párom debreceni, és egyébként Miskolcon játszom, tehát, hogy sok része megint az ünnepnek a kocsiban telik. És közben megmentetted a barátnődet a villamos elől. Há, vagy lehetett volna másik, tudod, így a konkurenciát. Ha 20 perc múlva ezt a legjobb mindig találok. Köztünk minden. Jó barátok vagytok? Szerintem igen. Igen. Az igazság, hogy egyszer dolgoztunk együtt itt, és az nekem nagyon jól esett, jó volt, jók az öltözői beszélgetések, a röhögések, az összemosolygások, és jó lenne, hogyha többet dolgoznánk együtt, mert hogyha mind a ketten külön produkcióban dolgozunk, akkor gyakorlatilag nem nagyon tudunk találkozni. Az Annának családja itt van, mindig siet haza. Úgyhogy... De összehozott minket a igen. Sors. Igen. Ja, mi meg megyünk a Gizi mamáékhoz Marosvásárhelyre, mert férjem Erdély, és akkor a Csaba szüleihez, és ott leszünk 20... Itt még lesz ez a kutyás fellépés, és 23-tól 27-ig, mert 28-án már játszom. Úgyhogy az a 4 nap az ott lesz. Utazás, meg a unokatesó, meg minden. Jó kis kajálások. Lenni, kis karácsonyi a büfében. Állítunk fát, kis forradbor, teha ez az. Meg van már adventi koszorú, tegnap csináltunk, feldöntötte a macska az egészet, úgyhogy most ilyenek. Mint mindenkinek szerintem. Úgyhogy ez ilyen természetesen megy. A nagy őrület közepén úgy próbálunk egy kicsit.
még egy gyűrűm is van. Nagyon szép. Aha, ez. Nagyon szép. Ezek meg ilyen, nekem is van ilyen akvamarin, meg a másik a... Igen, a rózsakvarc, igen, az igen, is. Igen, ezek mindenki nagyon szépek. Monika, te mennyire vagy ékszeres? Egyáltalán nem vagyok ékszeres, mint látható. Nem tudok rá figyelni az öltözővel, levenni, próbán, zavar. Tehát, hogyha kifejezetten kérik egy jelmezhez, hogy legyen egy... Most éppen kialkuttak egy picike fülbevalót, de biztos, hogy beteszem. Mert begyulladt tőle a fülem, tehát hogy nem nagyon. Volt egy nagyon szép láncom, amit a páromtól kaptam, és nagyon sajnálom, hogy elhagytam. És akkor ilyen szomorú véget ér ez a dolog, és akkor így nem akarok ezzel szembesülni, van ékszerem otthon a dobozban. És Anna, te? Már is hallottunk egy kicsit. Én se, nekem van egy karikagyűröm, ezek ilyen gyógysegítők, de én se a fülembe le kell venni, tehát ez is már sokadik karikagyűröm, mert levesszük, aztán elhagyjuk, meg bedobjuk a táskába, meg a sminktáskába, és akkor, meg én színpadon se szeretek úgy, mint Móni, mert zavar, beakad, leakad, összeakadunk, kiesik a fülembe tánc közben, akkor keresem, mert elgurult, szóval én is inkább ilyen naturabban szeretek lenni. Nem is gondolná az ember, hogy színésznők nem szeretnek ékszereket hordani. Hát egészen más vagy. Otthon felöltözünk, és bemegyünk a színházba, és felveszünk a próbaruhát. Tehát, és gyakorlatilag... Egy mackónadrágba töltjük igen. A életünket. És smink nélkül. Úgyhogy... Gyere vagyok. Furcsa élet.